Ez okozza a kínzó izomfájdalmat. Ugye az izomfájdalom vagy miagia egy gyakori panasz, amelyet az emberek sokféle okból tapasztalhatnak. Ugye az izomfájdalom lehet enyhe vagy súlyos, illetve lehet rövid vagy hosszú távú is. Ugye a legtöbb esetben az izomfájdalom magától elmúlik, de nyilván vannak olyan esetek, amelyek orvosi beavatkozást igényelnek. Az izomfájdalom leggyakoribb oka a túlterhelés, vagy a sérülés. Ugye a túlterheléses izomfájdalom, izomfájdalom, általában azokban a helyeken jelentkezik, amelyeket az intenzív fizikai tevékenységnek vetettünk alá, és jellemzően ugye a testmozgás után jelentkezik. Vegyünk egy gyakori példát az izomfájdalomra, ez az izomláz. Ugye az izomlázat az izmok, izomrostok, mikroszkópikus szakadásai, sérülései okozzák, hogy minél többet edzünk, annál erősebbek lesznek az izmaink, így hosszú távon az izomláz is fog majd enyhülni, de mit tehetünk annak érdekében, hogy ez az izomláz hamarabb megszűnjön? Például vehetünk keserű sót, ugye a keserű só, a magnézium és a kénysav által alkotott só, ami egy természetes izomlazító, tehát enyhíti az izomlázat, ugye a magnézium és a só, azok kivonják a folyadékot a szövetekből, ezáltal csökkentik az dúzanatot, erős izomláz esetén szórjál egy vagy két pohár keserű sót a fürdővizetbe, majd kb. 20 percig áztasd benne magad. Ezt az, eljárás meg tudod ismételni ugye többször is, teljesen addig, amíg ez az izomláz nem kezd el csökkenni. De használhatsz egyébként magnézium olajat is izomlás csökkentésére. Igazából hasonlít a keserű sóhoz, hiszen mind a kettő tartalmaz magnéziumot. Ugye az olaj magnézium tartalmaz, amely szintén egy izomlazító. A jótékony hatás eléréséhez be kell masszírozni az olajat a, a fájó izomba. Aztán a következő még, amit tehetsz, az a hideg vagy meleg borogatás. A hideg vagy épp meleg borogatással könnyedén csökkenteni tudjuk az izomduzzanatokat, és el tudjuk lazítani az izmokat. Ez a praktika nem csupán egy nagyon egyszerű, de gyors is. Izomérzékenység vagy izomfeszülés esetén a meleg fürdő javasolt, még izom fájdalom vagy, dúzzat, vagy dúzzat izmok esetén az, ér az érintett öletnek a, a hűtése, a jegelése. Jó, tehát amikor izomérzékenység vagy izomfeszülés van, akkor melegfürdő, Amikor izom fájdalom van, vagy, vagy bedurantak az izmeid, akkor pedig jegelni kell őket. De jó tesz ilyenkor egyébként a mozgás is egy erős ö, izomláz esetén, nagyon jól esik a pihenés, ami azonban izom merevséget fog okozni. Tehát azt gondolod, hogy jó teszel vele, hogyha jó, akkor most kinyúlok és fekszeg, Nem, mert hogyha egy erős izomláz után pihensz, akkor még egy izom merevséget is be tudsz magadnak szerezni. Úgyhogy jobban teszed, hogy egy picit nem megerőltetően nyilván, de egy picit mozogsz, egy kis nyújtó gyakorlatokat kell végezni, ezekkel egyébként hamarabb el fog múlni a, a fájdalom. Ami még fontos, az a hidratáció, ez is közben rengeteg folyadék űrül a szervezetből, amit nagyon fontos pótolni, nagyon sok vizet kell inni ilyenkor. Az alvás, ugye, mint ahogy ezt már említettük, az izomlázat, az izmok, izomrostok mikroszkópikus szakadás és sérülései okozzák. Ezeknek a szakadásoknak idő kell a gyógyuláshoz. Jó hír, hogy az alvás közben sokkal több növekedési hormon termel a szervezetünk, így alvás közben és teszünk az izomláz ellen. Jó, tehát még egy fontos dolog az alvás. Akkor a következő az, az almaecet. Az almaecetnek gyulladáscsökkentő és lúgosító hatása van, így ez nem, nem, barátja az izomláznak, tehát tesz ellene. A fürdővizetbe kell tenni két pohár almaecetet, és áztass benne kb. 20 percen keresztül, majd tegyél egy evőkanyányit egy pohár meleg mézes vízbe, és fogyaszd el. Jó? Ennyit az izomlázról most gyorsba. Akkor a sérüléssel összefüggő izomfájdalom általában az egy éles, heves és az izomzat adott területén koncentrálódik. Ugye az izomfájdalom másik gyakori oka még lehet az izomgyengeség is. Az izomgyengeség gyakran az idősebb korosztálynál fordul elő és az izmokat érintő krónikus betegségek, például az izom sorvadás és a szklerózis multiplex egyik tünete lehet. Az izomfájdalom tünetei különbözőek lehetnek az emberek számára. Ugye az enyhe izomfájdalom általában érzékenységgel, feszültséggel és melegséggel jár, és általában az idő múlásával, vagy nyugalomba helyezéssel javul. Ugye az izomfájdalom lehet állandó, vagy időszakos, és akár éjszakai fájdalomként is meg tud jelenni. Ilyenkor mindenféleképpen orvosi vizsgálat szükséges, aki megkeresi az okot, hisz a fájdalom mindig egy tünet. Jó? Tehát... Hogyha fáj valahol, az mindig annak a tünete, hogy ott valami nem működik jól, valami, valami nem kerek. Tehát, hogyha nem egy, nem egy, olyan izomfájdalomról van szó, mint egy izomláz, hogy tudod, hogy valamit csináltál, és most egy picit megerőltetted magad, hanem, hanem és, és már e, nyilván, tehát van ez, amikor egy ilyen gyengébb izomfájdalom van, vagy izomlázad van, vagy, e, vagy van az, ami ugye említettem az időskorúaknál a krónikus betegségekhez e, kapcsolódik, és ott már ki van vizsgálva azok, hogy ahhoz kapcsolódik, de vannak az erős izomfájdalmak, amikor e, ilyen hullámokban, vagy ritmikusan jelenkeznek, amikor, amikor e, elős, éle, éles e, fájdalom, ilyen időszakosan vagy hosszabb ideig, na most akkor el kell menni az orvoshoz, hogy mindenféleképpen a, az az okot keressen meg, hogy annak az izomnak mi lehet a problémái. izom izomfájdalom esetén Általában az orvosok nem csinálnak nagy kivizsgálást, fájdalomcsillapítókat, gyulladáscsökkentőket, étrendi módosításokat, pihenéseket szoktak javasolni, de nagyobb fájdalom esetén ott ö, olyan kivizsgálásokat, mint vérvétel, röntgenvizsgálat, tehát hogy pontosan megtudják az izomfájdalom okát, mert hogyha megtalálják, akkor fogják tudni kezelni, nyilvánvalóan akkor fog megszűnni a fájdalom is. Jó. Az otthoni kezelés egyik módja egyébként a nyújtási ö, és az izomlazító gyakorlatoknak az elvézése. Ez segít csökkenteni a feszültséget és az érzékenységet az izmokban, valamint növeli az izom rugalmasságát is. Nagyon jó videók vannak erre ö, egyébként YouTube-on, hogy milyen nyújtó gyakorlatok vannak. Javaslom neked, nem fogok nektek leállni tornázni, biztosan nem köszönétek meg, de de azt gondolom, hogy erre nagyon jó videók vannak fölrakva. Tehát még egyszer kiemelem nektek, ami nagyon-nagyon fontos, jó, hogyha olyan izomfájdalom van, ami tartós, vagy súlyos, súlyosnak érzed, fontos, hogy el kell menni az orvoshoz. Az orvos segít meghatározni az okot, hogy mitől fáj, mi okozza, jó? És javasolja megfelelő kezelést. Azért ismétlen, mert az izomfájdalom egyes esetekben súlyosabb betegségek tünete is lehet, mint például egy, egy ilyen fibromialgia, vagy egy reumatodartitisz, vagy, vagy bármi olyan, amit tényleg kezelni kell. Ezért fontos, hogy az izomfájdalmak izomfájdal, jelené esetén orvoshoz kell fordulni, különösen akkor, hogyha a tünetek is jelenkeznek még pluszban mellé, mint például egy magas láz, vagy szédülés, vagy hasonló, jó? Az izomfájdalom megelőzése érdekében fontos, hogy megfelelő testmozgást végezzünk, étkezünk egészségesen, kerüljük az olyan tevékenységet, amelyek túlzott terhelést jelentenek az izmokra, vagy hogyha túlterheltük magunkat, akkor, akkor azokat a praktikákat, amiket elmondtam neked, azokat, azokat vessétek be, és remélem, hogy tudtam nektek segíteni, legyen szép napotok, hogyha tetszett a videó, akkor osszátok, megiratkozatok fel a csatornákra, és legyen szép napotok, sziasztok!